Ez az est, délután est arról szól, hogy a Tabita Hospice ház, ami Török Bálinton van, annak a támogatása a szerény kereteink mellett a legjobb szívvel adjuk ezt a dolgot, csináljuk, hisz nagy részünknek mindenkinek van gyereke. Ez egy olyan borzasztó nehéz munka, amit ők végeznek, és olyan tiszteletet parancsol, hogy azt mi is azt mondjuk, hogy ezt támogatni kell mindenféleképpen. Nem ez az egyetlen ilyen karitatív tevékenységünk. Minden május végén a gyermeknap, amikor van, akkor pedig Martonvásárban van egy bentlakásos iskola, ahol borzasztó beteg gyerekek vannak ott is, és akkor a gyereknapra oda lemegyünk, és ott viszont már megmotoroztatjuk a kölyköket, meg minden. Óriási élmény az is, és mondta az egyik nagymama, sose felejtem el, odaállítottuk a motorokat, rátettük a kezét a tankra, beindítottuk a motort, elkezdtük húzni, és a nagymama azt mondta, hogy ő ilyet még nem látott, mert elmosolyodott. Szóval azért ez, igen, szóval azért ez így jót tesz az ember lelkének. Mindig azt szoktuk mondani, hogy annyi klassz dolgot csinálunk, hogy odafönt muszáj ilyet is tenni, mert különben rákopintanak a homlokunkra, hogy na-na. A vendégek, akik jönnek, azok az üvegbe beledobják a pénzt, amennyit szállnak, tehát nincs limit. Aztán, hogyha a végén majd, amikor meglátjuk, hogy mennyi jött össze a kasszába, abból is beleteszünk, és azt az üveget odavisszük, odaadjuk. És ennyi. Nem kérdezzük, hogy hova, miért, mire, minket ez nem érdekel, az a lényeg, hogy mi megtettük, amit meg kellett.